azt, hogy afrikai melegtomból nyárunk, úgyhogy én stílszerűen is választottam a délutánra programot. Eljöttem ide az Afrika faluba, ahol este ugye világzenei koncertek vannak, de délután is remek programok. Például meg lehet tanulni afrikai dobokon játszani, úgyhogy én is ezt fogom tenni, és elverek egy-két kecskebőrt. Mondom, őszintén örültek ezek az afrikai ritmusok. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de alapvetően most komoly zenei műveket ültettünk át. Először egy Csajkovszkit, majd később egy Beethovent játszottunk. Megmondom, én nagyon jól éreztem magam. Éreztem, hogy megpesdül a vérem. Valahol mélyen szúnyadó leopárd bennem, 10 karommal belevájt a szívembe. Tényleg éreztem a szavanna illatát, azt a száraz füvet, amit ott sodor a szél. Ezedik csodálatos volt. Azt gondolom, hogy most egy picit váltunk. Most a kezeinket megmozgattuk, a ritmust magunkba szívtuk, és most megmozgatjuk a lábakat is, mert hogy itt nem csak dobolni lehet tanulni, hanem táncolni is. Afrika, Senegal. 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 Okay. Woo! Fantasztikus volt. Ja, nem. Fantasztikus volt. Bocsánat, elvarázsoltak az afrikai ritmusok. Meg kell mondjam, így hőségben a legjobb. Minden folyadékot kitol belőled, méreganyagok távoznak. Ide kell jönni délután, elkapod a ritmust a dobbal, utána a tánccal kinyomod magadból a mérgeket, és este megtisztult testtel és megtisztult lélekkel már az új formákkal tudod nyomni a színpadok előtt, akár itt a világzenein, vagy a nagyon, vagy bárhol máshol. Vagy mondjuk fogod magad egy ilyen délután után, és elmész, és meghallgatsz egy jó aranyverset a Petőfi ponton, ahol most én is tartok.